Letette az ünnepélyes esküt Orbán Viktor, és utána a parlament ülésén heves szócsata bontakozott ki a különböző napirendi pontok kapcsán. Látszik, hogy az ellenzék és a kormány heves csatákra számíthat a következő parlamenti időszakban, és Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön ott volt a parlamentben, milyen volt végighallgatni az esküt? Azért ez egy nagyon ünnepélyes esemény volt. A kormányprogram is elhangzott, nagyon sok fontos dolgot mondott a miniszterelnök, és hát erre reagált természetesen az ellenzék is. Milyen nap volt? Hát egyrészt nyilvánvalóan felemelő, másrészt a miniszterelnök úr programadó beszédéből teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszterelnök urat továbbra is a magyar nemzet iránti elkötelezettség és felelősségérzet hajtja. Ezt a baloldal még mindig nem képes felfogni, hogy a Fidesz-KDNP, tehát a mi politikai közösségünk sikerének a titka az ez, hogy nálunk tényleg nem csak szlogen az, hogy nálunk, nekünk Magyarország az első, hanem ez tényleg így van. És azt gondolom, hogy aki végighallgatta a miniszterelnök úr beszédét, az láthatja, hogy mindent meg fog tenni a kormány és a Fidesz-KDNP, mi a parlamentben is annak érdekében, hogy a nehéz körülmények között, amely között most vezetni kell Magyarország hajóját, magyar emberek békét és biztonságát meg tudjuk őrizni, sőt, Magyarország tovább tudjon menni céljai felé, és ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, a világ egyik legjobb helye tudjon lenni. Az ugyanakkor, hogy a kérdésének a második felére is utaljak, sajnos egyértelmű vált, hogy a magyar nemzet iránti felelősségben a baloldallal nem tudunk osztozni. Tehát ezekben a felemelő pillanatokban Gyurcsány Ferenc éppen arról értekezett, hogy tulajdonképpen az egész demokratikus választás az úgy, ahogy van. Erkölcstelen volt, és az egész... És törvénytelen. És törvénytelen volt akkor, amikor az ő általuk minden választókerületben elküldött baloldali szavazási megfigyelő elmondta, hogy ez egy demokratikus választás volt, ahol semmilyen módon nem befolyásolták az embereket a választási folyamatban. Tehát Gyurcsány Ferenc emberei mondták el, hogy ez a választás szabályos volt és legitim. Ennek ellenére a vezetőjük most kiáll és elmondja, hogy törvénytelen volt. Az már csak betetőzte a napomat, hogy én utána még ott maradtam, és éppen az Karácsony Gergely által kezdeményezett népszavazásról folytattunk most vitát, és Gyurcsány Ferenc egyik képviselője, mondom, nap betetőzéseként elmondta, hogy akkor, amikor éppen az általuk kezdődött népszavazásról tárgyaltunk, hogy mi egyébként, amit a Fidesz-KDNP ellehetetlenítette a népszavazás intézményét. De meg lesz a népszavazás, akkor mit lehetett ezen ellehetetleníteni? Hát ez a kérdés. Nekem megmondom szerint, hogy ekkor ebben a pillanatban Gyurcsány Ferencet véghallgatva, illetve ezt a felvetést is hallgatva, a Matrix című filmnek az a jelenete jutott eszembe, amikor ugye Morpheus odaadja a két tablettát Neónak, és mondja, hogy választhat, hogyha a kék tablettát veszi be, akkor visszatérhet abba a kreált világba, amit létrehoztak, vagy beveheti a pirosat, és akkor szembesül a valósággal. Na most április 3-a, azt gondolom, hogy egy ilyen pillanat lett volna a baloldal számára. Választhattak, kérdés, hogy melyik színű pirulát vették be. Szembe jön a valóság, beveszik a pirulát, de azt gondolom, hogy néhány hétnyi hezitálás után most Gyurcsány Ferenc bebizonyította, ezzel a beszéddel egyértelművé tette, hogy ők inkább visszamenekülnek a baloldal által létrehozott alternatív valóságba, ebbe a DK-s buborékba, tehát ők a kék tablettát vették be, és a valóság az elkövetkező 4 évben sem fogja megzavarni. Kövér László házelnök elég keményen helyre tette Gyurcsány Ferencet, de mondjuk ugye amit mondott Orbán Viktor, ez sokkal fontosabb, amikor azt mondta, hogy a magyarok kifinomult veszélyérzékkel és történelmi tapasztalattal rendelkeznek, megtanulták, hogy veszély idején a belharc súlyos következményekkel, így ország vesztéssel járhat, és hogy a most a baj idején az összefogás korparancs, és nem szabad kihúzni magunkat alóla. Azért ezek nagyon súlyos szavak, és sajnos a nemzetközi helyzet pontosan azt mutatja, hogy nem lehet elég súlyos szavakat használni, hogy leírjuk a mostani helyzetet. Így van, tehát igen, részemről is felelőtlenség volt azért elviccelni a dolgot, mert azért itt a helyzet nagyon súlyos. Tehát a szomszédunkban háború van, Európában, Nyugat-Európában már most is tombol egy energiaválság, ami minden szakértő egyöntető véleménye szerint át fog csapni egy gazdasági válságba, kérdés az, hogy mikor. Ilyen nehéz körülmények között
valóban azt tartotta meg mindig a magyar nemzetet, hogyha ezekben a nehéz időkben, mint amilyet most is élünk, csak talán, hogy benne élünk, nehezebb ezt ilyen egyértelműen kimondani, hogy ezekben a nehéz időkben képesek voltunk mindenfajta pártérdeket, egyéni vagy részérdeket félretenni, és azt mondtuk, hogy a magyar nemzet megerősítése, megmaradása érdekében összefogunk. Szerintem a miniszterelnök szavaiból egyértelműen látszott, hogy nekünk ez az ambíciónk, neki személyesen ez az ambíciója, viszont úgy látszik, hogy a baloldal nem volt képes felnőni ehhez a feladathoz, és amikor ilyen nehéz helyzet van, még akkor is a párt érdekek, a saját párt érdekük uralja el a gondolkodásukat és a politikai cselekvésüket egyaránt. A miniszterelnök hozzátette, hogy a politikában hazaszeretet és jó indulat kell ahhoz, hogy megteremtsék a konszenzust, ugye ezt nem megkeresni kell, hanem megteremteni kell, és azt is mondta, hogy számára ez a 2022-es parlamenti választás történelmi leckéje. Tehát valóban itt azért egy kicsit nagyobb távlatokról beszélünk, mint arról, hogy most kinek hány képviselői hely jutott. Nyilván a választási eredmény nagyon fontos, legitimációt ad, de itt a feladatokat és az új kormány összetétele is ezt mutatja, hogy rendkívüli módon el kell különíteni, hiszen nagyon másra van szükség mondjuk az uniós politikában, nagyon másra van szükség belpolitikában, és mondjuk a külpolitika is egy olyan nagyon vékony jégen táncol, lehet így fogalmazni, hogy minden lépésnek kiemelt szerepe van. Itt nagyon-nagyon össze kell dolgozni a kormány összes tagjának. Másként fogalmazva azt gondolom, hogy pici ország vagyunk, de nagyon sok jó koponyánk van, nagyon jó, sok tehetséges ember származik innen, vagy él itt. Most mindannyiunkra szükség lesz. Tulajdonképpen a miniszterelnök szava is ezt erősítették meg, hogy lehet, hogy dolgokról különböző dolgot gondolunk, de most annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben Magyarország ne veszítsen, végre ne az legyen, mint a történelemben oly sokszor, hogy azt érezték a magyarok, hogy mi a történelem jó, de mégis erkölcsileg jó, de mégis vesztes oldalán álltunk, most végre legyen egy olyan nehéz időszak, amiből úgy lábalunk ki, hogy úgy érezzük, hogy erkölcsileg is helyesen cselekedtünk, és egyébként nem meggyengülve, hanem megerősödve tudunk kijönni egy ilyen nehéz helyzetből. Ehhez viszont összefogásra van szükség. Mindenki, aki tenni akar Magyarországért, azt tegye is meg, amit ő tud. És azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP, amikor meghirdette a nemzeti együttműködés rendszerét, az éppen erről szól. Arról szól, hogy mi szövetségest látunk mindenkiben, és szövetségest fogunk találni mindenkiben, kompromisszumot fogunk kötni mindenkivel, aki a magyar nemzet ügyét akarja előrevinni. Az még árulkodó volt, hogy a választási vereség után bejött több ellenzéki politikus is, Ungár Péter, Újhelyi István, és nagyon békülékeny hangnemet ütöttek meg, és Újhelyi István, aki nagyon nagy elszántsággal bizonygatta korábban, hogy Márki-Zay Péter győzni fog majd Orbán Viktor ellen, és a választási győzelem nem egy álom számukra, sokkal engedékenyebb, békülékenyebb hangnemet ütött meg. Várható az, hogy azért az ellenzéki politikusok egy picit felismerik azt, hogy most valóban a pártpolitikát hátra kellene tenni egy picit, és közösen kellene dolgozni ebben a háborús helyzetben? Hát bárcsak így lenne, de én ennek a nyomait nem tapasztalom. Tehát még egyszer mondom, egy hónap dermedt csönd után Gyurcsány Ferenc mai napirend előtti megszólását egyfajta baloldali programalkotó beszédként is felfoghatjuk, és ebből egyértelmű válik, hogy itt az együttműködésnek a lehetősége az kizárt. Tehát aki tulajdonképpen odáig megy, hogy azért, mert ő elbukott a választáson, ezért megtámadja a magyar demokráciát, annak az egyik legfontosabb intézményét, a választást, és azt mondja mindenre, hogy törvénytelen, csak azért, mert nem ő nyert, főként olyan múlta, mint ami neki van, öszöd szemkilövetések, akkor azt gondolom, hogy itt az együttműködés lehetősége, vagy ez a békülékenyebb hangnem, amit ön is említ, ennek a lehetősége az sajnos ki van zárva. Hozzátette azt is a miniszterelnök, hogy az előttünk álló háborús évtized képéhez hozzátartoznak a nyugati világ öngyilkossági hullámai is. Ugye egy lakosságcsere programot is említett, hogy a migránsokat kell betelepíteni, miközben az őshonos lakosság az lassan eltűnik, mondjuk ugye Németország erre talán a legrosszabb példa, a gender őrület is ugyanilyen problémát jelent, nagyon sok olyan terület van, ahol az Orbán kormánynak nem is harcolnia, de ellenállnia kell a nyugattal szemben. Ez hogy fog menni? Ugyanúgy, hogy eddig, és mi továbbra is azt kérjük partnereinktől, az Európai Unió vezetésétől és az Európai Unió tagállamaitól,
hogy amit mi megadunk nekik, tiszteletet és elismerést, azt ők ugyanígy adják meg nekünk is. És ahogy mi sem kívánjuk meghatározni, hogy a németek, a franciák hogyan valósítsák meg a saját politikájukat, hogyan alakítsák ki a saját országukat, úgy elvárjuk ugyanezt cserébe mi is, hogy továbbra sem szeretnénk, hogy svéd miniszterek vagy brüsszeli bürokraták mondják meg nekünk, hogy egyébként fogadjunk be menekülteket, vagy éppen engedjük be az LMBTQ aktivistákat az iskolánkba, ugyanis ez nem az ő dolguk, ez nem rájuk tartozik, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, és akkor egyébként mi lojális, jó partnerei leszünk mind Brüsszelnek, mind pedig az Európai Unió többi tagállamának. Mi egy Nemzetek Európáját képzelünk el, és azt gondoljuk, hogy így tud csak Európa sikeres lenni, de hogyha megyünk tovább abba az irányba, amerre egyébként az Európai Unió nagyjából ilyen 10-15 évvel ezelőtt elindult, és egy birodalmi álmot kerget, annak mi szerintünk nem lesz jó vége. Aulik István, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.